kívánok! Megmondanák nekem, hol találom Kovács János házát? Na kérem szépen, induljon el erre egyenesen, megy, mendegél, Kispataknál lefordul jobbra, lehet megállni tilos tábla, ne álljon meg, menjen tovább. Balogéktól vissza, meg lesz egy kút. Nem jól mondod, van ott egy kút. Azt mondom én is, van ott egy kút. Nem, azt mondod, lesz ott egy kút, ott nem van egy kút. Van egy kút, ott kell balra kanyarodni. Nem, ott kell, a Piriék házánál kell balra kanyarodni. Piriék Balogékon túl lakna. Hát tudom, onnét oldom a trágyát. Piriéknél kanyarodik balra, akkor a Csúnya Margit ég fele meg. A Csúnya Margit nem ismeri Kovácsaik, a Csúnya Margit odébb laki, a Kasszapityú bácsi földje mellett, amit a Gyuromegy megvett a fiának. Nem fiának vette meg, Rozáliának, de az neki ott a Leventének. A Levente most a fia Gyulának és unokája a Györgyinek, de az meg nem ismeri a Hugót. Hugót én se ismered. Dehogy nem, együtt jártatok iskolába. Igaz is, hogy én annak idején két szinten érettségiztem. Földszinten meg a második emelet. Jó, ennek olyan papírja van, hogy két évig dolgozott vele odakin Esperantóba. Kovács Jánost keresem. Keresi? Hát nem elveszett ember, ha? A Jani furmányos egy ember. Az úr nem Janit keresi, hanem a háza. Ha, minek azt keresni? Ott van, hol a Matyi építette, mert hogy Matyi volt a Jani apja. Meg a Mari férje, mert hogy Matyi meg Mari házasok volt. De Matyi nem csak Mariba helyezte a bizalmát? Isten nyugtassa az öreget, nagy mika volt? Mari csak előtt félten, az meg minden nap átjárt Tibihoz, Tibi a Pirinek az öccse traktoros. Ő vitte a búzát falu vévébe, Kálmán malmába, de ott meg sose volt Kálmán otthon, mert a Veránál elletett. Vera a feleségem? Meg a Kálmán szerető. Meg a Pityuék. Jó. Kovács János keresem. Elmondanák végre, hol találom a házát? Ismeri maga Toppantó Iré? Nem. Hát a Csúnya Margittól odébb. Nem odébb, idébb. Jó, idébb, de egy kicsit lejjebb. A kocsma mellett, ahol a Vince bácsi laki. Vince bácsi paplak mellett laki. Nem, paplak mellett a Katika laki, de azt meg elvett a Dezső. Dezső a traktoromat vette el, még tavaly azóta se adta vissza. Felhagyta Pesten, mert úgy is kell menni az idén is. De rátették azt a kerékbilincset, micsoda. Uraim! Én már ismerem az egész falut. Tudom, hogy ki kivel hányszor, csak egyet nem tudom, hogy hol lakik a Kovács János. Megmondanák végre, hol találom a házát? Induljon el a Pirihék felé. De én nem a Pirihez akarok menni, hanem a Kovács Jánoshoz. Hát mi sem egyszerű, belindul egyenesen arra felé. Na végre, köszönöm szépen. Mendegél, amíg egy táblához nem ér. Onnét már nem téved el, onnét már látni. Na, a Kovács János házát? Szomszéd falut. Mert hogy Kovács János két éve ott lakik. Kertész János és a mikroszkop is egy vitese. Álljatok meg, hajoljatok meg! Egyszer, elég! Jani azt mondja, Józsi, nem tudod, mi lesz a hófehérkéből, ha megfogja a magas feszültséget? No, nem. Hamupipőke. Jó? Mondom neki, Jani. És tudod-e, mi lesz a Csicsolinával, ha megfogja a magas feszültséget? És azt nem tudom. Én se tudom, de hogy kisül valami belőle. Elment a Csicsolina kőbányára, csuhaja, hogy bejusson az országházba, csuhaja. Várta őt az új baloldal, hogy egyesüljön a smukkandorral, csuhaja. Várta őt az új baloldal, egyesüljön a smukkandorral. Még egyszer! Várta őt az új baloldal, Csicsolina, jó lenne Csicsolina, honanyának csuhaja. Örömére a tisztelháznak csuhaja, ha felszólalna a parlamentbe, biztos mindenki elmenne csuhaja. Felszólalna a parlamentbe, Csicsolina programjában csuhaja, hogy orgazmust az országházban csuhaja. Előkapná mellét szombját, az megoldaná az ország gondját, csuhaja. Előkapná mellét szombját, megoldaná az ország gondját. Szelebelebelebe, papapapa, csak dip dap dap, ha bekerül a Csicsolina, félne kettől, csuhaja. Hogy Kubler-Áj lesz a parlamentből, csuhaja. Mondd a kér egy igen durvát, nem ő lenne ott a legszebb kislány, csuhaja. Mondd a kér.